Sok szeretettel köszöntöm a csendes percek nézőit. Ezen a héten a kapcsolatépítésről szeretnék néhány gondolatot megosztani veletek. A kapcsolattal, ami a legfontosabb, hogy Isten maga is egy olyan Isten, aki lehetőséget adott a teremtményeinek, nekünk, embereknek, hogy kapcsolatba kerüljünk ő vele. Nagyszerű dolog, amikor átélhetjük, hogy kommunikálunk az Istennel. Nagyszerű dolog, amikor átélhetjük, hogy gyermekei vagyunk, Jézus Krisztus befogadása által, ő maga bennünk van, bennünk él, és a Szentlélek által tényleg tudunk kommunikálni ővele. Egyénileg is tehetjük ezt az imádságainkban, amikor dicséreteket énekelünk, de közösségileg is tehetjük ezt, amikor együtt vagyunk egy gyülekezetben, és dicsérjük Istent, és tudnunk kapcsolódni ővele. Ez az Istennel való kapcsolat egy segítség arra nézve is, hogy hogyan alakítjuk ki az egymással, emberekkel való kapcsolatainkat. Legyenek ezek hívő emberek, vagy éppen nem hívő emberek. A kapcsolat építéssel foglalkozva néhány dolgot szeretnék ezen a héten elmondani, és ennek az első témája a bátorítás lenne. A bátorításnak nagyon nagy jelentősége van a kapcsolatépítésben. Amikor embereket bátorítunk, akkor azoknak a szíve megnyílik előttünk. A Bibliában is látunk ilyet, amikor Pizidiai Antiókiában pálékat felkérték arra, hogyha atyámfiai férfiak, ha van valami buzdító, bátorító szavatok a néphez, szóljatok. És hát ők szóltak és bátorítottak. És ezt lehet tenni akár így, szavakon keresztül, lehet tenni manapság egy SMS-ben, egy e-mailben, lehet tenni ezt profétai szóáltal, akiknek van ilyen üzenete, hogy ezeket átadják, megosszák valakivel, és azáltal bátorítsanak. Amikor bátorítunk, akkor az nagyon fontos, hogy na nagyon nagy szerepe van ilyenkor a hitnek. A bátorítás, az hitet feltételez, hitet szól és hitet akar ébreszteni. Amikor bátorítunk valakit, akkor ezt a hitet próbáljuk gyakorolni. Gondoljunk csak arra, amikor a 12 kémet kiküldték, és kettő, Káleb és József úgy jöttek vissza, hogy bátorítólag szóltak a néphez. A másik tíz az elbátortalanítólag szólt. Sajnos a nép ez utóbbiakra koncentrált, és nem kálebékra. Akik pedig mondták, hogy bátran fölmehetünk, elfoglalhatjuk azt a földet, de az ellenségeinket legyőzhetjük, sőt, mondott egy ilyet is Káleb, hogy mint a kenyeret, megesszük őket. A bátorításban nagyon fontos az, hogy ez tényleg hitből, hitáltal történjen. Aki bátorít, az egy bizonyos töbletlátással bír. Töbletlátással arra az személyre nézve, akit bátorít, mert lehet, hogy az maga is olyan, hogy nem hisz abban, hogy ő valamit meg tudna csinálni, valamit el tudna érni, de aki bátorít, az hitet szól, és elmondja azt, hogy ő látja benne azt az embert, aki meg tudja csinálni. És amikor bátorítunk, akkor ezt a töbletlátásunkat próbáljuk felszabadítani, és próbáljuk mondani, és azzal az embereket próbáljuk emelni. Amikor bátorítunk, akkor a szavaink által nagyobb teljesítményre, magasabb szintre tudunk felhúzni embereket. És ez nagyon fontos, hogy mi magunk is akarjunk jó pozícióba lenni Isten szolgálatában, de akarjuk azt is, hogy a bátorításunk által mások is tudjanak helyreállni, tudjanak töbletekkel bírni, és tudják ezeket kiadni adni majd magukból. Éppen ezért a kapcsolatépítésben ez egy nagyon fontos lehetőség, hogy ilyen bátorító szívű, egy pozitív szemléletű, hitet szóló emberek legyünk. Tehát építs kapcsolatokat azáltal, hogy bátorítod a környezetedet. Isten áldjon!